Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Kultúrfaktor a Déli Fekvés Rádión, és folytatjuk interjúnkat Felcser Judittal. Azt szeretném kérni, hogy a Katarzis zenekart mutass be nekünk. A Katarzis zenekart 2015-ben alapítottuk a barátnőmmel, Kis Edittel, aki szintén egy nagy megpróbáltatás után járt az életében. Neki korábban már transzplantációja volt. Úgyhogy ilyen nagyon egy hangulatban jártunk. Szóval, hogy nagyon jól értettük egymást, és hasonló tehetségekkel vagyunk megáldva zeneileg. És egyébként is barátság fűzött egymáshoz, mert az életünkben sok párhuzam volt, többek között a fiaink egyidősek. Úgyhogy úgy adta magát, hogy valahogy így elkezdtünk nem csak a barátságunkban összefonódni, hanem így zeneinek is, és akkor kiderült, hogy neki is vannak ilyen indítatásai dalokat írni, meg nekem is, milyen jó, hogy így együtt tudunk szólni, nagyon jól illeszkedik a hangunk egymáshoz, és akkor elkezdtük egymást így kiegészíteni, hogy ki behívta a saját dalába vokálozni a másikat, vagy kísérni őt, stb. És akkor ez így elkezdte magát így kiterjeszteni ez a kezdeményezés, hogy akkor megvágytunk még egy hangot, vagy még egy zenészt, vagy még egy hangszint, vagy akármicsodát, és akkor ez így elkezdett növögetni, ez a Katarzis zenekar, és akkor egyszer csak kitaláltuk a nevét, akkor eddig még nem volt neve, eddig még csak így buzgott ez a sok vágy, meg ötlet, meg jó érzés, meg sok óra együtt zenélés, meg sírás. De mivel nekünk olyan katartikus volt, ezért lett ez a neve, hogy jó, ez ilyen nagyon pökhendinek tűnik, ilyen nagy szó, de hogy nekünk tényleg az, és hogy így nagyon szerettünk volna magunkhoz így hűnek lenni. Úgyhogy így lett a neve, és hát számunkra nagyon-nagyon kedves volt, és így mindent beleadva elkezdtünk szervezni koncerteket, hogy ezt így megmutatni, azt gondolom, hogy nagyon fontos tanulóutakat jártunk le közben, nem csak a zenei téren értve, hanem hogy úgy egyáltalán az embernek a célkitűzése, megvalósítani a lépéseknek így a lefordítása. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon kedves játszótér volt nekünk, ami nagyon kapcsolódott a való világunkhoz is, de ugyanakkor mégis már ez is egy zeneterápiás jelenség volt maga a létezése a zenekarnak, és akkor feldúzzadt egészen nagy létszámúra. Tényleg volt, hogy 80-90 vagyunk a színpadon, így értsd. És akkor lettek ilyen állandó tagok, vagy kvázi állandó tagok, aztán valaki nem orzsolódott, de közben... szóval, hogy ez egy ilyen nagyon élő közeg volt, ahogy így elképzeled. Ilyen nagyon pulzáló és változékony. Ketten is tudtunk zenélni, 8-an is tudtunk... Elég sok koncertet tartottunk, de mivel mindig rólunk szóló volt, és azért ez abban az időszakban zajlik, amikor én még nagyon nem vagyok jól, azért engem megviselt egy-egy ilyen koncertnek így a végigcsinálása, érzelmileg nagyon. Szóval, hogy amikor még az ember nem kívülről emlékezve mesél, hanem benne van a történetében, szóval, hogy nekem ez egy ilyen élő pszichodráma volt, ha már azt így behoztuk egyszer. És hát emiatt azért nem tettük ezt ilyen mindennapivá, hanem nagyon megválasztottuk, hogy hol és mikor lépünk föl és kiknek. Úgyhogy viszonylag ilyen intim világot kell elképzelni. És ez egészen zajlott 2015-től 2020 februárjáig, amikor jött az első pandémia. De addigra már a többedik verzió futott ugyanezen a névem. És akkor egyébként is mindannyian odaértünk, hogy na jó, most akkor így ezt állítsuk le. Én már nem akartam a gyászzenéimet elénekelni újra és újra és újra. Örültem, hogy most már így más is van az életemben. A többieknek is, mindenkinek megvolt a maga egyéb projektje. Úgyhogy ott nem oszlottunk föl, hanem így megálltunk, hogy nem tudjuk, most ezt így elengedjük, és majd meglátjuk, hogy az élet mit szeretne ezzel kezdeni, vagy mit nem. Most azóta még semmit nem szeretett volna vele kezdeni. Hát ennyi most így röviden. Melyik az a hangszer, ami legközelebb áll hozzá? Mivel, hogyha 8-an vagytok, meg ilyesmi, akkor elég sok hangszer.
Most a fantáziában kérdezed, vagy az élő világban? Mert az életben a zongorához értek legjobban, de a szívemben csellóznék. Igen. Tehát a zongora az, amivel a legjobban ki tudod fejezni az érzéseid? Hát nem, talán az ének, ha már azt is hangszerként tartjuk számon. Tehát énekelni szeretek így a legjobban, tehát nekem az az ilyen legelemibb. Aztán a zongorát azt magasabb szinten tudom, mint egyéb hangszereket gitározni. Alig-alig tudok, ehhez képest állandóan gitároztam ugye egyébként a katarzisban, mert kicsi, könnyen el lehet vinni, és egyébként is annyira le voltam szedálva, hogy az a 4 akkord vagy 5, amit ugye el tudok pengetni, az pontosan elég volt. De most, amikor már ennél cizelláltabban szeretnék valamit mondjuk eljátszani, akkor már nem vagyok elég ügyes hozzá. Most viszont szólóban fogod előadni a dalaid. Ezen a koncertsorozaton miért így döntöttél? Mert azt gondolom, hogy ezek a dalok így is születtek a teljes nagy magányomban és csendemben, és hogy így a legteljesebbek. Szóval minden, ami mellé került eddig, most az az élményem, hogy ilyen támogató erőként engem támasztott, de a dal nem igényelné. Szóval, hogy ezek ilyen egyszemélyes daloknak születtek. És ez zongorán fogod eladni? Hát nem, azért mivel szeretnék hiteles maradni a születésükhöz, abban a sorrendben is fogom elénekelni őket, ahogy jöttek egymás után, és úgy, ahogy kitaláltam őket, tehát körülbelül a fele, vagy kicsivel kevesebb, mint a fele, az a gitáron fog megszólalni mindezekkel együtt. A szimpla zene hallgatás milyen módon lehet terápiás? Tehát, hogy például a populáris zenét hallgatok, amikor rossz kedvem van, mondjuk, hogyha rossz kedvem van, akkor Joy Division-t hallgatok, vagy Depeche Mode-ot, vagy nem tudom, és hogyha meg nyugodtabb vagyok, akkor meditációs zenét, vagy jazzt, vagy nem is tudom, tehát hogy így az miként hat vissza az emberre, és így a hétköznapokban. Tehát, hogyha csak zenét hallgat, és hogy ez egy egyáltalán egy passzív tevékenysége. Hát, most én így a saját véleményemet mondom el erről, és nem a közmegegyezés válaszát. Mert azt gondolom, hogy ezt így használjuk gyógyírként magunknak abszolút ösztönösen, kiválasztjuk mindig azokat a zenéket, amik számunkra valamilyen pozitív hatással vannak, és szerintem ez annyira természet, tehát hogy ez sokkal eredendőbb tudásunk, mint amit később elmondtak arról, hogy a zenének mi a gyógyító hatása. Szóval azt gondolom, hogy ezt így alapvetően mindannyian tudjuk, hogy addig ér, tehát hogy ezt csinálja magát. Tehát ha egyszerűen rákapcsolódunk valamire, ami számunkra működő, akkor az működő, erről nincs is mit beszélni, igen. Tehát azt gondolom, hogy ami hat ránk, az nem véletlenül hat, és azt gondolom, hogy ami mélyen hat, az meg hozzánk tartozik adott pillanatban, és ilyetén módon mindenképpen minket gyógyít. Tehát amióta van YouTube például, sokan készítenek listákat mindenféléről, például, hogy mi az a 10 lemez, ami leginkább hatott ránk, és hogyha egy ilyen listát készítenél, akkor miket vennél bele, lemezeket? Hát ez nagyon sok időt kéne gondolkodnom. Ami eszedbe jut? Hát életem első ilyen katarzisa zeneinek az általános iskolás koromban ért, amikor, nem tudom, talán 7. volt a Mozart requiemje a tananyag, és így megszólalt a Lacrimosa tétel. De a semmiből valamiért olyan mélyen megérintett engem, hogy szerintem, na ott lett örök szerelem nekem a zene. Tehát minden, az így felcsillog így mindenek fölött. Nagyon érdekes, hogy... És ekkora nagy boom már nem is volt utána sose. Szóval az olyan, az a mű, ami egyébként úgy végigkísért az életemen, így utólag látom, hogy valahogy az életem tragédiája bele volt íródva. És hogy így nagyon-nagyon visszahozta
azt a minőséget, ami meg is írta az egész élettörténetemet gyakorlatilag 40 éves koromig. Úgyhogy valószínűleg nem nagyon tudtam rezonálni úgy egyébként az élettel teli dalokra. Nagyon különös, hogy világéletemben inkább csináltam a zenét, mint hogy hallgassam. És így is van, hogy tehát a zeneterápiának ez a két lehetősége van, hogy vagy hallgattatod, vagy csináltatod. És hogy valamiért nekem nem lettek soha kedvenceim, de még stílusban sem. Sem hangban, sem előadókban. Tehát igazából, ha nagyon-nagyon-nagyon kényszerítenének, hogy mondjak még 9-et, akkor tudnék mondani, de nem, hadd ne mondjak. Hadd ne mondjak, mert nem lenne igaziból. Mert hogy én mindig is csinálni akartam. Szóval nekem a zene az a zenélés, és nem a hallgatása. De ez nem azt jelenti, hogy nem működik. És ugye faramúci dolog, hogy én akkor most eléneklem a dalaimat, hogy valaki hallgassa, tehát nagyon remélem, hogy ez nem marad így bennem, hanem ez valamiért rólam szólt, az én zártságomról. Ez is egy jelenség. Ez itt a Kultúrfaktor a Déli Fekvés Rádión. Írhattok nekünk a kultúrfaktor@ dfr.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, és Velcser Juditnak, hogy befáradt a stúdiónkban. November 18-án pedig a reggeli kávézóba várunk mindenkit szeretettel a koncertre.